Hello, hello, sziasztok! Ez a következő Angora hangolva live, méghozzá a 23-nál járunk most már. Sőt, a 24. Angolra hangolva live, nem is jól mondtam, nagy szeretettel köszöntelek titeket. A mai téma egy kicsit eltérően az előző témákhoz képest újdonság lesz, úgyhogy ha esetleg valami frissítésre vágysz, akkor ez pont jó lesz neked, hiszen olyan kis idegesítő kis vacakokkal készültem, amik azt gondolom, hogy nagyon sokszor jelen vannak a nyelvhasználatunk során, és nagyon sokan szoktak mérgelődni miattuk, hogy jaj, megint már ez a kis idegesítő kis angol szó, és ez egyszerűen nem akar megmaradni, de hogy mire is gondolok konkrétan, ezekre a pici kis módosító szavakra, vagy prepozíciókra akár, sehova be nem sorolható kis szófajokra, de hogy nevezzük a dolgokat, ilyenekre gondolok, mint az as, like, then, so, such, ilyenekkel fogunk ma foglalkozni, és a mai live is valójában teljesen interaktív lesz, annyiban lesz másabb, hogy előre és utólag is foglak titeket dolgoztatni, úgyhogy akkor húzzuk fel a kesztyűket, remélem készen álltok, látom, hogy már gyülekezünk, sziasztok Zsuzsák! A világ különböző pontjain, láttam, hogy ti már becsatlakoztatok. Meg is kérdeznélek akkor titeket, ahogy gyülekezünk, hogy neked van-e olyan különböző angol pici kis szavacska, nyelvtani elem, nevezzük most őket nyelvtani elemeknek, amelyek extrém módon idegesítenek az angolban, és mik lennének azok? Tehát ugye, ez mindenkinek más lehet, én mára gyűjtöttem egy jó adagot közülük, és elárulhatom azt is, hogy jövő héten is ezzel fogunk foglalkozni, ezzel a témával. De légy írjátok meg, hogy nektek van-e olyan eleme a nyelvnek, olyan pici-pici kis pár szó, ami mindig-mindig visszatérnek a nyelvhasználatotok során, és már kezd frusztrálni, kezd idegesíteni, hogy na már megint ebbe a szóba akadtam bele, és most pici ilyen nyelvtani elemekre gondolok, mint a szöj, szacs, ahogy mondtam, csak egy párat ízelítőként már fel is hoznék, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Ugyanis kifejezetten ezekre fogunk ma rákoncentrálni, osszátok meg azokat is, amelyek titeket idegesítenek, akár akkor az alatt a rész alatt is, amikor kifejezetten bele fogunk menni egy-egy ilyen szavacskába. Rendben van, hogy esetleg eszedbe jut egy új szó. Ó, yeah! Zsuzsa már írja is, hogy a jettel áll hadilában. Nagyon jó, mert ezzel ma fogunk foglalkozni, Zsuzsa, úgyhogy hegyezheted a füled többek között ezzel a szócskával is, mert ez is az a tipikus, idegesítő kis angol szócska. Nos, hát akkor én azt javaslom, hogy akkor vágjunk is bele még egyszer. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Idegesítő kis vacakokkal, angol szavakkal fogunk ma foglalkozni. Nos, kezdjük akkor az első gyűjteményemmel, ami valójában egy hát négy szócska lesz. Nézzétek csak meg ide most a jegyzetbe fogom nektek berakni, de a chat részbe. És akkor meg is kérdeznélek titeket, hogy ezt közben kitörlöm, mert benne maradt egy szám. Jó, ez a helyes. Ezekkel a szavacskákkal like, as, then, nál van-e problémátok? Előfordult-e már, hogy a francba már megint ez a kis vacak szó van itt, és még mindig nem marad meg a fejembe, hogy akkor ez mi is? Nos, fogjátok látni, és azt gondolom, hogy megpróbálom ezt izgalmassá tenni ma, hogy nagyon sok olyan pici szó van, aminek valójában nagyon sokféle használata van. Úgyhogy akkor indulhat is az interaktív része, megkérdeznélek titeket, hogy írjunk már egy pár mondatot, válasz ki a négy közül egyet, vagy akár az összeset, vagy kettőt, és írjál már vele egy mondatot előre, mielőtt én megmutatom a példákat, mert hogy többel is készültem, direkt azért, hogy demonstráljam a sok különbözőféle használatait. Persze nem a legteljesebb melbedobással, de a legfontosabbakat meg fogjuk nézni.
No, írja már Enikő, hogy neki az S, Máténak a den okoz problémát. Tudtok-e akár bármelyik négy szó közül olyan mondatot írni, amivel már teljesen biztosak vagytok, hogy na, ezt tud így kell használni, engem ez már nem idegesít, nem kapok tőle agyfrászt. Jó, azokat akkor kezdjük el gyűjteni példaként a többieknek is, hogy tanulhassatok egymástól is, és tanuljunk egymástól is, amelyekkel már nektek teljesen magabiztosan mennek, és amelyekkel nincsen problémátok, és közben látom, hogy már Tündi írt is egy példát, és nagyon örülök, hogy ezzel kezdted, írja, hogy I like the books. Igen, itt most nem erre a használatára gondoltam a like igének, ugye a like-ot mindenki, szinte mindenki ismeri, hogy ugye to like, szeretni, tetszeni, ez a fő jelentés, szinte ezzel kezdjük, ugye, hogy ezt megtanuljuk használni, ezt a gyönyörű, szép, nagyon gyakori igét az angolban, de ennek a like-nak van egy másik használat, amikor nem igeként használjuk, és akkor javaslom, kezdjük ezzel, jó? Tudjátok-e, hogy ezt is lehet olyan szövegkörnyezetben használni, amikor valójában ilyen mintként szolgál. És akkor Zsuzsa írt is már nekünk egy példát, what is the weather like? Ami ugye azt jelenti, hogy milyen ma az idő. Ez egy tök jó kifejezés, valójában ez a what, nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, nézzétek csak meg. Együtt működhet a like a what-tal, a legelejére berakod a what-ot, a legvégére a like-ot, és ilyen értelemben azt fogja jelenteni, hogy milyen, milyen. Hát ezt legtipikusabb mondat erre tényleg, amit Zsuzsa bedobott ide nekünk, what is the weather like, milyen az idő. De valójában ettől még izgalmasabb ez a like szó. Ugyanis, ahogy mondtam, nem csak igeként, és akkor ez a második használata nem csak kérdő szóként így együtt használhatjuk, hanem jelentheti azt is, mint. És direkt azért raktam őket össze, like, as, then, mert gyakorlatilag ezeket istenesen szokták keverni a nyelvtanulók. És akkor írja Ibolya már, hogy it's old like, így van, ez olyan öreg, mint. Tehát itt most engedjetek meg, hogy akkor egy pár példát dobjak be én is, és itt az első, például kifejezésben talán már ismeritek ezt, hogy yeah, something like that, igen, valami olyasmi. Itt most ezt így fordítjuk. Például, do you have some free time in the afternoon? Well, yeah, something like that. Aha, valami olyasmi, nem akarod tutira megmondani, hogy konkrétan mennyi szabadidőd van, vagy mondjuk egy másik példa. Well, do you like crime stories? Szereted a bűnügyi sztorikat, és akkor mondod, hogy well, yeah, something like that. Aha, valami olyasmi. Tehát így szókapcsolatként használhatod egybe. Itt a like nyilván nem azt jelenti, hogy szeretni, hanem valami olyasmi. Ez már itt közeleg ahhoz, amit az előbb felvezettem, hogy összehasonlításként, mintként is használhatod ezt a fránya kis like szavacskánkat. Például, Gyuri, nagyon jó, you look like a beautiful woman, az S nem kell bele. És akkor ez egy tipikus hiba, tökre örülök, hogy ez feljött, hogy a like-ot és az S-t egyszerre akarjuk használni. Nem. Ők utálják egymást, nem kompatibilisek, nem barátok, tényleg egymás mellett nem használhatod őket. Vagy az egyik, vagy a másik. Most tipikusan ez egy szókapcsolat, hogy look like, úgy nézni ki, mint. Ez azt jelenti, itt már a mint fel is jött tehát. You look like a beautiful woman. Úgy nézel ki, mint egy gyönyörű nő. Még tipikusabb, amikor valakihez hasonlítasz valakihez, hogy figyelj, úgy nézel ki, mint Nicolas Cage. You look like Nicolas Cage, ugye? Vagy úgy nézel ki, mint egy superstar. You look like a superstar. Tehát ez így szókapcsolat, look like. És itt a like még egyszer, tehát nem azt jelenti, hogy szeretni. Okay. Aztán írja is Tatjana, hogy ő mindig szokott hibázni a like-kal és az S-szel, akkor jó helyen vagy, mert igen, tényleg, ezek tényleg ilyen tipikus kis idegesítő, kis frusztráló angol szavak. Na nézzétek csak meg ezt a példát. You're like me. Te olyan vagy, mint én. És ne ess abba a hibába, hogy nehogy félreértsd, ez itt nem azt jelenti, hogy te szeretsz engem, hiszen az úgy lenne, hogy you like me. Tehát you like me. Neked, én tetszem neked, vagy te szeretsz engem, úgy is fordíthatom, de hogyha belerakod ezt a létigét, you're like me, akkor az már azt fogja jelenteni, hogy te olyan vagy, mint én.
Tehát, ami nagyon fontos az az, hogy többnyire névmásokat vagy főneveket fogunk mögé rakni. Ahogy írtátok is, hogy you look like a beautiful woman, ugye, woman, vagy you look like me, és akkor Tündi, neked is írom, hogy a like a then-nel sem működik együtt, nem is írom, neked is mondom. Tehát a like magába használjuk, sem ez, sem then, nem kell mellé, mert már eleve azt jelenti, hogy mint. Úgy nézel ki, mint ő, olyan vagy, mint én, ez valami olyasmi, ugye volt ez a példa is, you look like me, úgy nézel ki, mint én. Oké, tehát ezt így fogjuk használni főnevekkel, névmásokkal, magába nem kell se ez, sem den mögé. Mondhatjuk azt is, itt egy másik példa, hogy mindjárt fogjátok látni, hogy boys are really not like girls. A fiúk tényleg nem olyanok, mint a csajok. Tehát itt a like olyan, mint. Ezt is fejezheti ki, nem csak magában, mint. Itt az az izgalmas, és akkor mindjárt fogjátok látni majd a kontrasztokat, hogy amíg a dent valójában melléknevekkel együtt használjuk, hogy magasabb, mint, ugye, taller than, hosszabb, mint, longer than, izgalmasabb, mint, more exciting than. Tehát azt mindig melléknevekkel használjuk együtt, addig ennél a like-nál az a megkülönböztetés, és ezért szokták keverni, hogy itt nincsen vele melléknév együtt. Nézzétek csak meg a példákat. You are like me. Te olyan vagy, mint én. De nem azt mondom, hogy szebb vagy, mint én, vagy okosabb vagy, mint én, csak szimplán te olyan vagy, mint én. Na ez a like. Ezt tudja a like, you're like me. Vagy a fiúk nem olyanok, mint a lányok. Ugye, boys are really not like girls. Tényleg nem olyanok, mint a csajok. Oké, tehát két dolgot jegyez meg a like kapcsán. Tehát az egyik az az, hogy a mellékneveket nem szereti, nem teszünk elé mellékneveket, mert az a then lesz, amivel majd azok együttműködnek. A második dolog, amit jegyez meg róla, hogy a like utálja az ezt és a dent, nem kell mögé berakni két-három ugyanolyan hasonló jelentésű szót, csak magába. És a harmadik dolog, amit jegyez meg róla, az az, hogy főnevet vagy egy névmást teszel mögé. Most ezek valójában képletek. Én sokkal jobban szeretem mindig, és ezt el szoktam nektek mondani, mindig kihangsúlyozom, hogy ezek a kis instrukciók azoknak szólnak, akiknek így inkább analitikusabb a gondolkozásmóduk kellenek, ezek a kapaszkodók, hogy akkor most mit teszek elé, mit teszek mögé. Valójában az a legjobban működő stratégia, hogyha inkább sok-sok hasonló példát látsz az adott használatra, és azért örülök, hogyha ti is írtok még egy pár példát akkor a minták alapján, még gyűjtsünk, jó, hogy lássam, hogy megértettük-e, hogy tudjuk használni, mert akkor elkezded mondat síkján, mondatok szintjén használni ezt a szót, ezt a szerkezetet, ezt a kis idegesítő kis vacakot, és sokkal könnyebben elő tudod hívni, mikor beszélsz, mert már megszokod eleve, hogy mondatokban gondolkozol. Jó? Még ne nézzünk Gyuri példát a Denre, úgyhogy ezt nem is fogom felolvasni egyelőre, még maradjunk a like-nál, hogy ezt egy picit még akkor turbózzuk fel, és utána szépen megyünk sorba a következőre, jó? Úgyhogy ezt addig majd másolt ki magadnak, és majd oda a következőnél, amikor a Denhez érünk, akkor ott majd bedobjuk, jó? Szupik vagytok. Na nézzük tovább. Tehát akkor megbeszéltük, hogy a like az inkább ilyen összehasonlító, de nem melléknevekkel, you're like me, yeah, something like that, vagy boys are really not like girls, a fiúk tényleg nem olyanok, mint a csajok, de mutatok még egy izgalmasságot a like-al kapcsolatban, hogy what does it look like, hogy néz ez ki, nagyon jó, she's like you, ő olyan, mint te, és ez nem azt jelenti, hogy ő szeret téged, mert ott az a be, onnan tudod felismerni, szuper példa, Tündi. És van még egy jelentés ennek a gyönyörű kis like-nak ezeken túl, méghozzá az, hogy mint például felsorolásokra, mint például a for example helyet nyugodtan használhatod, például sports, like football or running, are not my favorite ones. Na most itt nem azt jelenti, hogy a sportok szeretik a focit, a szövegkörnyezet, ugye, adja, hogy mi az, hogy csinál itt ez a like, miért van az ott? Hát azt csinálja ott, hogy ez itt azt jelenti, hogy mint például sports like. Tehát a like-ot használhatod nyugodtan, mint példáulra is.
for example, for instance helyett, és felsorolsz mögötte dolgokat. Igen, írja Katalin. Ugye itt azt akarod kérdezni, hogy milyen az idő ott, ugye? Ezt nem így fogjuk megkérdezni, ilyenkor a like a legvégére megy, ugye ez Zsuzsa példája volt itt a legelején. What is the weather like? Milyen az idő? What is the weather like? Tehát a végére tesszük be, oké? Okay. Jó, tehát akkor mint példára használhatod a like-ot felsorolásra, you're like me, olyan vagy, mint én, illetve ez a jó kis szókapcsolat, yeah, sure, something like that, valami olyasmi. Értjük akkor ezt a like-ot? Nyomjatok egy like-ot, ha igen, és itt akkor a következő jelentés ennek a gyönyörű kis igének, illetve valamilyen kis jellel jelezzetek, hogy ez tiszta. Merjetek még nyugodtan ide írni mondatokat. Írt a Zsuzsa is közben, hogy my skirt is like yours, ugye a szoknyám olyan, mint a tiéd. Nagyon jó, ez van, ez az. Így kell használni, és látom, hogy jönnek a megvilágosodások, jelek, köszi. Most akkor nézzük meg a következőt, még nem a dent, hanem ezt a kis ezt, jó? Hadilábon álltok-e az ez szócskával? Idegesítő vacaknak tekintitek-e az ez szócskát? Írjátok meg, hogy nem annyira, vagy konkrét példákat, mutassátok meg, hogy kell használni. És akkor írja Victoria, hogy what pads do you like? Ez nagyon jó ez a mondat, csak most nem, direkt nem az igei jelentésére kerestünk példákat itt a like-nál, hanem azt néztük meg, hogy azon felül, hogy azt is jelenti, hogy szeretni, tetszeni, még hogyan használhatjuk ilyen kis plusz szövegkörnyezetekben, amikor nem azt jelenteni, nem azt jelenti, hogy tetszik, szeret. Na akkor térjünk át az S-re, jó? No, ennek is van több használata, itt is alapvetően, ennek is van egy olyan használata, hogy mint vagy olyan, mint, de totál más lesz, mint a like. Oké? Okay? El fogom mondani itt ugyanúgy az analitikusoknak, az elemzőknek, hogy akkor most itt mi a logika menne, de hogyha te az a típus vagy, hogy inkább egyben mondatba szeretnél jó sok mintát megtanulva elkezdeni használni azt az adott kis idegesítő vacakot, akkor te gyűjtsed magadnak az izgalmasabbnál izgalmasabb mondatokat. Na akkor kezdjünk azzal a jelentésével, az S-szel, amit sokan összekevernek a dennel, meg a like-kal, jó? Közben írjatok ti is példákat az S-re, mert hogy több használata van ennek a kis idegesítő kis szócskának, ennek az idegesítő kis vacaknak. Na itt az első, és akkor azt hiszem, hogy most már nem is jönnek fel a kommentek. Azt annyi komment jött, hogy már el is tűntek már a sajátomat sajátom, úgyhogy gyorsan befrissítem itt a másik gépet, és tudjalak követni titeket. Egy fél pillanat, és nézzük is, hogy ti is miket írtatok. Szuperság. Oké, okay, és már írjátok is, hogy ez haj, ez jöjj, így van, olyan, hát igen, nem haj, hát igen. Ez itt tudod, mit jelent, Zsuzsa? Annyira be vagyok szívva, mint te. Ez vicces lesz az a mondat, mert ugye a haj, amikor emberekre használjuk, az a drogra vonatkozik, amikor magasságra, úgyhogy ezzel vigyázz el a mondattal, mert félreérthető lehet, amikor magasságra gondolsz, akkor, tehát embereknek a magasságára, akkor nem a height használjuk, nem ezt a melléknevet, hanem a tallt, I'm as tall as you, így lesz a mondatunk, jó? Tehát az sem rossz, amit te írtál, csak mást jelent. Oké, okay. As soon as possible, írja Kata. Wow, nagyon sokat írtatok. Igen, tól. Szuper. Na, akkor még egyszer a példa. Na, mit én hoztam nektek. Például, she's as cool as you. Olyan király, mint te. Itt a cool az nem hideget jelent, hanem mint király. Tehát valójában duplán kell használd ezt az ezt. Melléknevekkel fogjuk használni. Emlékeztek, mit mondtunk a like-ról? A like-nál azt mondtuk, hogy nincs előtte melléknév. Nézd meg, you are like me, te olyan vagy, mint én. De nincs ott, hogy te olyan magas vagy, vagy olyan kedves, vagy olyan szuper, vagy bármi más, jó? Hanem csak szimplán, you're like me. Na most az S, az abban lesz másabb, hogy ezt duplán kell használni, és itt lesz középen, mint egy hamburgerben a melléknév, ő lesz a hús.
Oké. Okay. A melléknév középen a hús, és az SS pedig a két kis pan a tetején, a két kis zsemle. Tehát she's as cool as you, olyan király, mint te. Mind a kettő kell. Valójában az olyan, mint, olyan jó, mint, olyan szép, mint, olyan ügyes, mint, olyan magas, mint, as tall as, as large as, as high as, ugye, hogyha arra az eredeti példára, a slang szóra utalunk vissza. Oké. Okay. Jó, írjatok még akkor ti is erre a használatra példát. Most ez amilyen egyszerű, ezt pont annyira szokták keverni. Jó, itt azt jegyezzük meg tehát, hogy amikor még nem mondod meg, hogy magasabb, vagy szebb, vagy okosabb, mert amúgy sem jó senkit senkivel összehasonlítani, de ha már megtesszük, akkor tegyük meg helyesen angolul is. Amikor nem teszed oda, hogy magasabb, szebb, csak szimplán azt mondod, hogy olyan jó, mint, olyan okos, mint, ez mindig ez az as good as nice as, együtt, mind a kettő kell, nem kell then, nem kell like, csak as, duplán. Jó, na nézzünk erre még példákat, írjatok egy pár saját példát, és addig én mutatom, hogy ezt az ezt magába is lehet használni, ugyanis nem csak azt jelenti, hogy olyan bla bla bla, mint, olyan szép, mint, olyan okos, mint ti, hanem valamiként, ez a következő jelentés, ez a kis idegesítő vacak, ez tényleg ilyen, hogy ilyen nagyon sok jelentése lesz, nézzétek csak meg, he works as a gardener, kertészként dolgozik. Tehát amikor a szakmádról beszélsz, és azt akarod mondani, hogy figyelj, én amúgy üzletasszonyként dolgozom, én fogorvosként dolgozom, én orvosként dolgozom, azaz én ügyvédként dolgozom, akkor ez a ként itt nem a like lesz, hanem a szakmádat valami ként, az lesz az S, jó? Mert ezt is szokták keverni a like-kal, hiszen ilyenkor is főnevet teszünk mögé, mint a like-nál, de szakmáknál szimplán S. Például írja Adrián, hogy he works as a lawyer, így van, ügyvédként dolgozik, vagy egy másik példa még az előzőre, hogy olyan blablabla, bla, bla, mint írja Gyuri, I write you as soon as possible. Valójában ez már fixálódott is szerintem sokatoknál szókapcsolatként. Fogok neked írni olyan gyorsan, amilyen gyorsan tudok, tehát minél gyorsabban egy szóval, pontosabban két szóval. De szó szerint ugye olyan hamar, mint lehetséges, így mondja az angol. Ó, de jó, Szilvi, te írtál még egy példát, és ezt én nem is hoztam ide ezt a jelentést, úgyhogy ennek külön örülök, tapsi, köszönöm. Ő írja azt, hogy he is a child as well. Na most az s, ha mögé rakod azt, hogy well, már azt fogja jelenteni, hogy is, mint a to kétóval. He's a child too, he's a child as well, ugyanazt jelenti, ő is gyermek. Erre is képes az S. Ez már a harmadik dolog, amit tud ez az S idegesítő kis szócskánk. Na most tud ő még mást is. Kötőszóként is használhatod. Nem csak ilyen prepozícióként, meg összehasonlításként, hogy most dobálózzak ezeknek a nyelvtani megnevezéseivel. Nézzétek csak meg ezt a mondatot. Írja Adrián, hogy as a result. Na, ez már itt valójában megint egy állandósult szókapcsolat, ennek az eredménye kép. Ezt használjuk kötőszóként is, mint állandósult szókapcsolat. Nagyon jó, valaminek az eredményeként, de magában is használhatod, nem mint csak feltétlenül állandósult szókapcsolat. Itt a következő, negyedik használat ennek az izgalmas kis szónak, tehát lehet, hogy a végére nem is lesznek ezek annyira idegesítőek, hanem izgalmasak. Kérdezlek én titeket, írjátok meg, idegesítőek vagy izgalmasak inkább? Te hogy értelmezed őket? Nézzétek a példát. As I mentioned it, I can't join a meeting. Ahogy ezt említettem, nem tudok csatlakozni a találkozóhoz, vagy a meetinghez, már sokszor átvettük ezt is. Tehát ez az S szolgálhat kötőszóként is. Ahogy azt mondtam, ahogy azt említettem, ugye? Ahogy azt, tehát ez az ahogy magyar szónak a megfelelője, mondatkezdésként, tagmondatkezdésként, kiváló. Viszont, ha már a kötőszókról beszélgetünk, hogy ugye alapvetően ez a szócska, ez az idegesítő szócska erre is képes, akkor valójában mást is tud, mást is jelenthet kötőszóként. Nézzétek csak meg. I can help you now. Ja, igen. I can help you now as I have some time. Most tudok neked segíteni, mivel? Tehát a because helyett is használhatod, mivel, mert, ez.
lehet nyugodtan a helyet szinonimaként használni, bedobhatod. Tudok most segíteni, mivel, mert, as I have some time. És akkor írja Adrián, hogy végül is ez attól függ, hogy mennyi időt foglalkozunk vele, és mennyire szórakoztatóan. Nagyon jó a válaszot, tetszik. Ki hogy fogja fel, ugye ez már megint gondolkozásmód, hogy idegesítő, vagy hasznos, vagy izgalmas. Így van. Valójában minél több időt raktok bele, annál jobban fogjátok szeretni. Persze lehet frusztrált is lenni, hogyha nem jól állsz hozzá, ha nem jó módszert alkalmazol, tehát itt van a dolog elásva. No, tehát akkor próbáljátok ezekre is, ezekre a használatokra is példát írni az S-szel. Megnéztük az olyan mintát, arra gyűjtöttünk több példát, arra is hoztatok egy párat, hogy valamiként, arra, hogy mivel és ahogy, arra is hozzatok már egy-egy példát, jó? És akkor még egy ilyen szókapcsolat, de rengeteg plusz lehetne még ide felhozni, tehát ahogy mondtam, azért ez nem a teljesség erejével lesz összegyűjtve az idő hiányába, de az izgalmasságát akarom a dolognak megmutatni. Itt egy másik, as long as you do your job properly, I'm satisfied. Ez az as long as szó szerint azt jelenti, hogy olyan hosszú, mint, de ha lefordítod így, akkor rájössz, hogy ez így nagyon nem állja meg ide a helyét, mert ugye ez is egy kifejezés, as long as, ameddig. Ameddig rendesen elvégzed a munkád, as long as you do your job properly. Jó? Tehát így is tudjuk használni ezt az ezt. Na most megkérdeznélek titeket, hogy ezeknek a fényében mennyire lehet ezeket keverni akkor ezzel a like-kal. Hogyha úgy közelíted meg, hogy mondatokat gyűjtesz, és hasonló mondatokat alkotsz velük, mint a példák, akkor szerinted egyszerűbb-e, mint hogyha csak elemekből próbálnád lefordítgatni? Szerintem a válasz egyértelmű, de ugye ezeket a pici plusz magyarázatokat még egyszer azért teszem oda, hogy akkor mi van előtte, meg mi van mögötte, hogyha neked mégis nagyon kell, hogy megértsd a logikáját, de nem azért, hogy megtanuld, jó? Írja Tündi, hogy aha, she's as red, oda kell egy s, she's as red as a tomato. Aha, olyan vörös, mint egy paradicsom. Jó, mondhatjuk, she's as red as, olyan vörös, mint. Aha, oké. Okay. No, tehát akkor az ezt használhatjuk arra, hogy olyan szép, mint melléknével együtt, as nice as, nincs benne then, nincs benne like. Használhatod úgy is, hogy valamiként, as a teacher, as a gardener, as a lawyer. Használhatod úgy is, mint kötőszó, hogy mivel, as I don't have time, mivel nincs időm, a mert helyett, de használhatod úgy is, mint ahogy azt mondtam, as I told you, ahogy ezt említettem, as I mentioned it. Jó? Na mennyire izgalmas ő is, ugye? Akkor mit szólnátok, hogyha megnéznénk azt a következő hasonló szócskát, ami ugye már felemlegetődött, a dent. Azt hiszem, hogy Gyuri írt erre egy példát, na most dob be a példádat, hogy használjátok, írjatok ti is, lássam, hogy tudjuk-e használni. Hello, Ildikó, te is megérkeztél, örülök. Hogy használjuk ezt a dent, és szoktátok-e keverni, idegesít-e téged ez a pici kis szócska, úgy gondolod, hogy tudod használni, vagy úgy, hogy hát azért még nem teljesen tiszta a dolog. Nézzünk akkor erre is példákat, van-e saját példát, és akkor már Gyuri írja is, hogy I am in a higher position than he is. Uh-huh, igen, én magasabb pozícióban vagyok, mint ő. Igen, tehát valójában ez a középfokú összehasonlítás, így szoktuk emlegetni nyelvtani frázissal élve, gyakorlatilag középfokba kell ragni, ez egy középfok, ugye magyarul a szebb, magasabb, okosabb, a két B. Ami az angolban kétféle struktúráként jelenhet meg, vagy ez az ER végződés, hogy higher, és mellé a than, magasabb, mint, vagy a more than. És akkor Zsuzsa, a te mondatodból pont ez maradt ki, hogy is he more clever than me, vagy az amerikaiban mondjuk, hogy cleverer ennél, de a brit more clevernek használja, tehát oda például be kell rakni a more szócskát, valójában ha több szótagú, akkor használjuk a more-t. Én úgy szoktam mondani, hogy rövid a szó, er, hosszú a szó, more. Na ez azért a legtöbbször megállja a helyét. Vagy egy másik példa írja, Alex, nagyon jó, my English is better than yours, nagyon jó, az én angolom jobb, mint a tiéd, szuper. Erzsike, I work as you,
Ezt így nem vágom. Itt mire gondolsz, írd már oda. Ez ide biztos, hogy nem lesz jó példa, de írd le, hogy mire gondoltál, jó, hogy tudjak segíteni helyre rakni. Tehát ez a középfoknál fogjuk használni, hogy jobb, mint, szebb, mint. És nem az ezt, és nem a like-ot, csak a then-t. És hogy írjuk le, nézzétek csak meg, itt spelling, betűzés, össze szoktuk keverni, vagy hát most van, aki keveri ezzel a szócskával, then, ami hasonlóan ejtődik, egy picit más, hogy húzzuk a szánkat, és akkor erre is mutatok példákat. Őt viszont, mint kötőszó használjuk, nem összehasonlító mondatokban. Ah, köszi, látod, ez az Adrián már írod is, nagyon örülök. Mert hogy ezt az elbetűs verziót, amit elvel írjuk, aha, azt másra használjuk. Akkor azután például, I finish everything first, then I call you. Először mindent befejezek, aztán vagy azután majd felhívjak. Ugye majd magyarul már használjuk csak úgy, hogy aztán. Na, amúgy ez helytelen, de szebb lenne, hogyha úgy használnánk, hogy azután. És akkor jöttetek, még hoztatok példákat, például Ildikó írja, hogy I'm more beautiful than her, én gyönyörűbb vagyok, mint ő. Így van, hosszú szó more, és ott a then. Vagy my cat is, tündi, older than yours. A cicám öregebb, mint a tiéd, így van. Egy study, na, ez is egy típus hiba, és csak Szilvi, duplán viszont nem tesszük be a more-t is, az er-t. Mert ugye ez olyan, mint hogyha duplán ragoznád a szót. Tehát mivel rövid a szó hard, azokat mindig er-rel fogjuk ragozni, vagy a végére odarakni. I'm, hol van a mondatunk? Yeah, I study harder than you. Ha azt akarod mondani, hogy sokkal keményebben tanulok, akkor a sokkal megfelelője az nem a more lesz, mert az er az már kifejezi azt, hogy keményebben, hanem a much. Oké. Tehát visszatérve akkor ide az a then-re, az elbetűs verzióira, itt főleg ugye a spelling, a betűzés íráskor figyeljünk arra, hogy ezt az összehasonlító szócskát then a-val írjuk. Oké, az angolba then e-vel íródva pedig azt jelenti, hogy akkor, aztán, itt egy másik példa erre, amikor nem azt jelenti, hogy akkor, bocsánat, nem azt jelenti, hogy aztán, azután, hanem akkor, például can you answer me then? Tudsz akkor nekem válaszolni? Vagy akkor tudsz majd válaszolni? Ahogy tetszik. Tehát can you answer me then? Oké, okay, tehát itt már ez elbetűs őt, nem tudjuk összehasonlításokban használni, és csak azért hoztam ide szintén ebbe a kategóriába, mert itt a hasonló írás miatt össze szokták keverni. No, kérem szépen, és erre jó a far is, nagyon jó, Ildikó, a far harder, ezt még én nem hallottam, hogy it's far harder, de far better, azt már igen. Tehát a legtöbbször azzal is működik, igen, legtöbbször így van. Talán van egy pár, aminél kicsit olyan furin hangzik. Much better, far better. Oda abszolút jó a sokkal helyett. Igen, köszi, ez is jó, hogy megmutattad. Nos, közben írjatok már egy pár hasonló idegesítő kis vacakot, hogy inspirálódjak tőletek, hogy ilyen hasonló, pici, rövid kis szavakat gyűjtsetek nekem, hogy tudjak nektek segíteni, amikkel gondotok van, amelyekkel bajotok van, és valójában ez lenne egy pici kis meglepetés mára, hogy amit ti mondotok, abból fogok következő alkalomra, következő hétre összeállítani egy segédletet nektek, illetve arról fog szólni majd a következő live. Nos, tehát akkor gyűjtsetek már ide nekem ilyen kis idegesítő vacakokat. Oké, na akkor kipipáltuk a like-ot, mint jelentését, kipipáltuk az ezt, megnéztük, végigmentünk rajta, megnéztük a két then és then, és még egy picit a maradék időben mutatnék még kettőt, akik, ha már oda tereltük a szót, hogy mint, vagy olyan, mint, magába az a szó is működik, hogy olyan, de a mint nélkül. Ugye? Volt együtt, hogy mint, volt együtt, hogy olyan, mint, as nice as, és akkor nézzük meg magába az olyan.
és akkor már írjátok is, Kálmán írja, hogy a the, oké, okay, a me és a can, gyűjtsetek még, mondjátok, milyen idegesítő vacakok vannak a ti fejetekben, amiktől teljesen kész vagytok, és halálra idegesítenek titeket az angolra, az angolban, mert akkor ezekre fogunk ráfókuszálni. És akkor térjünk rá magára a kicsi olyan szócskára, mert ennek is van kettő megfelelője. Egyrészt van ez a szöj, ami gyakorlatilag szintén több jelentésű lesz, hogy ugye ne legyen olyan egyszerű. Oké, szuperek, vagytok már, írjátok is a szóval és a szacsal, most fogunk foglalkozni. Írtál, válaszoljak. Aha, ne haragudj, Beni, olyan gyorsan jöttek a kommentek, hogy nem láttam, hogy írtál, de megpróbálom megnézni, hogy feldobja. Az a helyzet, hogy olyan gyorsan írtok, hogy nem tudom követni. Megígérem, hogy ha más nem, utólag válaszolok, jó? Mert pont valószínű nem néztem oda. Oké, as far as I'm concerned, ez is egy kifejezés, nagyon jó, amennyire érintett vagyok, I work as a carer, nagyon jó, Tatjana, ugye gondozóként dolgozok, írtatok még ide példát. Oké, utólag válaszolok, megígérem, már elment a komment, és nem jeleníti meg nekem, sajnos csak mindig a legfrissebbeket látom. Oké, tehát a szó és a szacs. Tudjuk-e, hogy mi a különbség, és most nem szabályokat várok megint, tudjátok-e használni? Dobjunk már ide egy pár példamondatot, hogy ti hogyan használnátok, oké? A szót, hogyan használnátok a szacsot, mert mind a kettő az a tipikus idegesítő két kis szócska, amikkel sokszor-sokszor találkozunk a nyelvhasználatban, de nagyon sokszor keverik őket. Nos, van-e példátok? Kezdjünk a szóval, szaj. Szaj, mondhatnám ugye ebbe a szitúba, hogy na, erre is használhatod, de akkor kezdjünk azzal a jelentéssel, hogy olyan, jó? Akkor, ha nem hoztok, ti hozok én, de tessék saját példát hozni a minta alapján. Például, ugye, amikor azt mondom, hogy ő olyan cuki, ő annyira cuki. Oké? Na most, amikor így melléknével használod együtt, melléknével, akkor fogod a szót használni. Here, she's so cute, she's so cute. Na megint nem látom a kommenteket, pedig lehet, hogy ti ezerrel írtok, na egyet frissítek itt közben. Oké, hát igen, 105 felé mentek a kommentek, tehát itt teljesen elszálltam a kommentekkel, de ígérem, hogy utólag fogok válaszolni. Oké? Köszi, Beni, most már látom azt, hogy na, akkor leírom, légy szír le, aztán a többieknek is fogok reagálni, hogy prepozíciók, idegesítő vacakok, egyet értek be át ezekkel, sokaknak van, vagy a maybe. Na, akkor nézzük ezt a szót még egyszer, lássam a saját kommentemet, hogy megjelenik-e. Nem, de, oké, szuper. Tehát melléknevekkel fogjuk együtt használni, hogy she's so cute, so big, de nem teszed oda mögé, hogy olyan cuki, mint, mert az már ez lenne, amikor valakivel összehasonlítod. Nem hasonlítod össze senkivel, csak annyit mondasz, hogy ő olyan cuki, olyan kedves, olyan szép vagy, olyan okos vagy, na ő a szó. Ebben az olyan jelentésében. És akkor ezt egyből állítsuk kontrasztba, és még mindjárt visszatérünk ez a szóhoz, a szacsa, ami annyiban lesz másabb, hogy ott nem csak melléknevet teszel mögé, nézd meg majd a kontrasztot, direkt ide szeretném berakni, hogy lássátok, hogy miben lesz ő másabb, miben tud ő többet, hogy oda kell a melléknév nem feltétlenül kell, amúgy kell mögé egy főnév, hogy kicsoda. Például egy olyan cuki lány, she's such a great girl. Ezt nem is jól írtam, she's such a cute girl. Ezt akartam írni, sorry. Javítom majd, she's such a cute girl. Tehát oda berakom a főnevet is, hogy ő egy olyan cuki lány, olyan cuki hely, olyan szép karóra. Oké? De ha csak annyit mondasz, hogy olyan szép az a szó, ha pedig olyan szép valami, na az a such, vagy such a. Írta Vivian, hogy I love you so much, ezt is tudja a szó. Ott is valójában melléknév van mögött, ha megnézed, nagyon, annyira szeretlek. Nagyon jó, Katalin behozott még egy jelentését, és ez teljesen más, I hope so, erre mindjárt visszatérünk, jó?
Először még akkor itt a kettőt kontrasztba téve állítva a kettő szacs idegesítő kis vacak szavainkat, erre még hozzatok saját példákat, tegyél mögé melléknevet vagy főnevet, és nézd meg, hogy melyik lesz, írja Tündi, hogy she's such a tall boy, ez az, ő olyan magas fiú, he's such a, na már össze is akadt a nyelvem, he's such a tall boy, olyan magas srác, olyan magas fiú. Vagy itt egy másik példa, hogy mutassam azt, hogy nem feltétlenül mindig kell bele melléknév. Egy a lényeg, hogy főnév a szacsal tutira kell. Tehát ha nincs benne főnév, akkor az nem a szacs lesz. Itt egy példa. It's such a place where you can have fun. Ez egy olyan hely, ahol tudsz szórakozni. Ő egy olyan lány. Oké, szuper, írjátok, hogy I miss you so much. Nagyon jó, Katalin, szuper példa. Tehát annyira, olyan nagyon hiányollak, ugye? Szó szerint annyira hiányzol magyarosan. Oké, tehát akkor a szó és a szacs között összvisz amúgy ebben a jelentésben, hogy olyan, ennyi csak a különbség, hogy mit teszel mögé. Ha szó, akkor melléknév, ha szacs, akkor kell még egy főnév is. A melléknév az opcionális. Na most, ha ez neked így kínai, hogy mi az, hogy főnév, melléknév, semmi gond, ahogy mondtam, te a példamondatokat jegyezd meg, és azokkal kezdj el játszani, minták alapján építeni újra-újra többet és többet. Például írja Szilvia, hogy it's such a fast car, tökéletes, ez egy olyan gyors autó. Oké, írja Erzsike, hogy erre gondolt. Pavel, na ezt a nyelvet nem értem, ezt milyen nyelven írtad, mert ezt így nem ismerem fel. Oké, szupi. Na most a szónak van azonban más jelentése. Az egyikőtök, nem is tudom már ki, az előbb valamelyikőtök írta, hogy I hope so. Ki volt az? Gyere, írd be még egyszer. I hope so. Ez itt kifejezés. Amikor röviden válaszolsz, hogy tudsz jönni a hétvégén? Can you come at the weekend? Well, I hope so. Igen, remélem. Tehát amikor csak röviden annyit mondasz, hogy remélem, nem csak annyit mondunk, hogy I hope, hanem I hope so. Ezt így együtt használjuk, ugyanígy. Do you think I'm good? Szerinted én jó vagyok? És akkor mondhatod azt, hogy I think so. Vagy I don't think so. Nem gondolom, vagy úgy gondolom. Igen, úgy gondolom. I think so. Azaz, Katalin, te voltál, köszi. És írja Alex, hogy goes on, so on, and don't go on. Nagyon jó. And so on, ugye? Ebben is ez itt kifejezés, ez az and, so on, mint sa többi. És így tovább. Kifejezés. Együtt érdemes megtanulni. And so on. Tökéletes. Vagy használhatjuk a szót még arra is, amikor egy úgymond kötőszóként használjuk ezt is, mint az S-nél volt a példánk, emlékeztek? Nem csak arra működött az a kis S, hogy olyan, mint, vagy ként, hanem arra is, hogy mivel, vagy ahogy. Na most a szót, szaj, használhatod arra is, hogy így, vagy tehát, vagy szóval. Így, tehát, szóval. Például, I call you back, so please be patient. Majd visszahívlak szóval, kérlek, légy türelmes. És ezért van az, hogy amikor beszélünk, nagyon sokszor így kezdjük a mondatot, hogy szaj, well, sorry, vagy so to speak, az is egy kifejezés, úgy mondva, ez kb. Annak a megfelelője. Tehát ezt a szót sokszor használjuk, so, sokszor használjuk arra is, hogy nos, szóval, mondatkezdésnek beindítsd a mondatot, és egy picit nyersz vele időt. És akkor engedjetek meg, hogy a sok-sok gyönyörű kifejezés mellett, amit ti is gyűjtöttetek ide, mutassak meg még egy izgalmas használatát a szónak. Ebben nem fogunk mélyen belemenni, csak épp csak felvillantani akarom, hogy lásd, milyen izgalmas ez az angol nyelv, minden idegesítő kis vacakjával együtt, mert hogy amúgy ez a gazdagságát mutatja a nyelvnek, hogy itt vannak ezek a kicsi kis, egyszerű kis szavacskák is, hogy mennyi mindenre használhatóak, ugye? Milyen változatos. És akkor például itt van ez a példa, hogy mondjuk azt mondja neked valaki, hogy I love it. Ó, ezt imádom. És erre te úgy válaszolsz, hogy so do I. Pont az egyik héten a motivációs idézetek között volt egy hasonló, és ott láttam, hogy egy páran elakadtatok. Tehát amikor így kezded a mondatot is, csak ilyen röviden válaszolok, hogy so am I, so does she. Valójában itt a szó az ist jelenti, ez egy fajta is
használata a szónak, amikor úgy kezded a mondatot, hogy szó, és be kell tenni azt a segédigét, amit alapvetően előtted a mondat, vagy a személy használt, és mögé a szemét. Ez csak a struktúra, hogy értsd, hogy miért így van összerakva, vagy miért fordított a szórend. De például azt mondja Tündi, hogy so, I like English very much. Szóval nagyon szeretem az angolt, és erre én azt mondom neki, hogy you know what? So do I. Én is. Tehát a do-t használtuk ott, mivel ez egy egyszerű jelentés. Persze ezt azok tudják nagyon profin magabiztosabban használni, akik már teljesen jól evickélnek a szerkezetek között, tehát gondolok itt az igeidőkre, vagy akár ezekre a modális segítségükre, mert azt is mondhatom, hogy I can swim, és akkor te arra úgy válaszolsz, hogy so can I. I can, so can I. Tehát mindig azt fogod használni, azt a segédigét, amit a másik is használt, vagy a másik igeidő volt, amilyen igeidő volt az előző mondatban, ami elhangzott. És így is lehet használni ezt a szót. Ezt ismertétek? Használtátok már? Mert ugye amúgy használjuk szóban is, sokkal választékosabb, izgalmasabb. Mondhatod azt is, persze, simán, hogy me too. Persze, ez is tök jó, de azt is, hogy so do I, so can I, so does she, so we do, so did us, so did we, bocsánat. Úgyhogy ezt szerettem volna szemléltetni ebbe a mai adásba, és remélem élveztétek, mert nagyon-nagyon aktívak voltatok, hogy lehet, hogy vannak ilyen kis idegesítő kis vacakok az angolban, de nem kell tőlük kiakadni, nem kell tőlük felidegesedni, kell gyűjteni a különböző használatait egy-egy pici nyelvtani elemnek. Legyen mintátok, minél több mintátok, és most ezen dolgoztunk, hogy közösen gyűjtsünk minél több mintát, a többieknek is, akik akár ezt a videót újra fogja, aki ezt a videót újra nézi majd, akár itt, akár a YouTube-on, és merjetek velük játszani, alkossatok hasonló mondatokat, kezdjétek el ízlelgetni. Lehet, hogy elsőre nem fog tetszeni, elkezded rágni, nem jó, kiköpöm, nem baj, köpt ki elsőre, ha nem jött be. Aztán próbáld meg még egyszer, ízlelgesd, nézd meg a mondatokat, és kezdj el megszeretni annak a bukéját, annak az ízét, mert hogy minden szerkezetnek van, minden idegesítő kis nyelvi elemnek van szép oldala, és az egyikütök nagyon jól írta, hogy valójában ez attól függ, hogy mennyire viszek bele szeretetet, érzelmet, szenvedélyt a tanulásba, ezzel tudod megfűszerezni magadnak. Én köszönöm szépen a sok-sok aktív mondatot, ígérem, hogy akinek nem válaszoltam, vagy nem láttam közben a kommentjét, fogok rá válaszolni, max. Egy napon belül. Ebben még én is fejlődök. A mai live-nak az útmutatóját megkapjátok a pénteki hírlevélben, hogyha fel vagytok iratkozva, ugye már sokan megtettétek, ha esetleg még nem vagy, akkor várunk szeretettel, tedd meg ezt a fő oldalon, az angolrahangolva.com-on, és akkor pénteken erről kapsz egy útmutatót, nem kell gépelj, nem kell körmölj mondatokat innen, hanem mindennek kapsz kompletten letölthető csili-vili formában, és jövő héten még mindig idegesítő kis vacakok lesznek, tehát a témák ugyanekkor ugyanitt, de a ti kéréseitek alapján fogom összeállítani. Láttam, hogy írtatok közben, még merjetek nyugodtan írni, és ígérem, hogy minél többet bele fogok dolgozni. Rendben? Köszönöm, hogy itt voltatok, és bármi kérdés van, akár ezzel kapcsolatban, vagy ezekkel kapcsolatban merjetek írni, akár itt, akár privátban. Nagy szeretettel üdvözöllek titeket, jó tanulást, gyakorlást, nyomjuk azt a megszeretést. Sziasztok!